Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságától kaptuk ezeket a robotokat, és valóban arra a célra, hogy elsősorban óvodás és általános iskolás korosztály számára a részükre megtartott foglalkozásokat, akár balesetmegelőzés, akár bűnmegelőzési szempontból tesszük azt, valamilyen szinten színesítsük, interaktívabbá tegyük. Úgy gondolta az országos vezetés, illetve mi is úgy gondoljuk, hogy valóban hatékonyabban működhet itt a közlekedésen nevési tevékenység, illetve a különböző bűn és baleset mögött információknak az átadása a gyermekek részére, hiszen látni fogják, hogy azért elég sok mindent tud a robot, és valóban felkelti a gyermekek érdeklődését több aspektusból is. Egyrészt ahogy előadja ezt, hiszen mozgásra képes, bármilyen mozgás bele lehet programozni, és ezeket el is végzi, illetve bármilyen szöveget, gondolok itt előadásanyagokra, tájékoztatókra, különböző témakörökben ezeket szintén tudunk benne rögzíteni, és ezt ő vissza is tudja mondani, akár a mi hangunkon, akár egy előre meghatározott robot hangon is. Ezeket egyébként nem csak óvodákba és általános iskolákba tervezzük bemutatni, illetve népszerűsíteni, hanem a különböző rendezvényeinken is. Gondolok itt olyan nagyobb balesetmegelőzési rendezvényekre, mint a kéklámpás nap, vagy olyan nagyobb horderejű, nagyobb tömegeket megmozgató vetélkedőinken, versenyeken, mint például a Közlekedik a Család, amely ugye a jövő évben is megrendezésre kerül. Úgyhogy minden olyan gyermeknapon természetesen, úgyhogy minden olyan fórumon, ahol nagy számon fordulnak elő, hogy jelennek meg érdeklődő gyermekek vagy felnőttek, ott ezeket az eszközöket mindenképpen szeretnénk népszerűsíteni. És amire még jó egyébként a robot, azon túlmenően, hogy ezekre az előadásokra, illetve programokra használjuk, hogy effektív a gyermekekben is elindíthat egy olyan gondolkodásmódot, ami egyébként úgy gondolom, hogy itt a 21. század előre haladtával egyre inkább előtérbe fog helyeződni maga a programozás, hiszen ezt alapvetően középiskolások programozták. Azok a programok, amik rajta vannak, sok esetben középiskolás programozó gyermekektől származnak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy jó kihívás nekik is, aki esetleg ilyet vásárol, hiszen ezt meg lehet vásárolni saját célra is, mindenképpen valamilyen szinten fejleszti a gyermeknek a ilyen jellegű képességét is. Erőt, egészséget! Robó Tamás főtörzsőrmester szolgálatra jelentkezem. Szabadon és egyszerűen programozható vagyok, programozási nyelvismeret nélkül is. Képes vagyok történetek, mesék vagy akár edukációs szöveges tartalmak elmondására, vagy éppen meghatározott mozgás koordináció bemutatására. Sőt, mindezt egyidejűleg is. Képességeimet látványosan, a figyelmet teljesen magára irányító módon tudom kamatoztatni, és akár gyermekek, akár felnőttek részére involváló módon bemutatni. Példaként bemutatok egy közlekedési karjelzést. Na most sportoljunk egy kicsit. Ki kezdi? Na gyerünk! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, és fekvőtámasz. 1, 2, 1, félkas, 1, 2, 3, nagy erőnk álljunk föl, és újra búvalás következik. Felkészültetek? Nagy erőnk, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, újra egy kis fekvőtámasz következik, gyerünk, gyerünk, mire vártok? Hajrá, hajrá, most gyerünk! 1, 2, 1, 2, 1, 2, gyorsítsunk a tempót, félkaros, 1, 2, 1, 2, 1, 2, na gyerünk! Már elfáradtatok? Nem baj, nem baj, gyerünk, csináljunk még egy kicsit valamit. Hajrá! Na, köszönöm szépen a mozgást! Yeah.
You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. This is Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sanga, eh, eh. This time for Africa. Gangnam Style.